Önök a Szentes Televízió csütörtöki híradóját látják 2024. szeptember 26-án 19 órakor. Köszöntöm Önöket! Főbb híreink röviden. Ruhagyűjtésből tervez bevételt a Szentesi Bölcsödésekért Alapítvány. A népmesék kerültek főszerepbe a Csongrádi Kézműves házak udvarán. Ami Ajkaszegen a kakaós briós szobor, az Csongrádon a bélcsavarodás. A hivatalos nevén kapcsolódások műalkotója Mihály Gábor Kossuth Díjas szobrász járt a Tiszaparti városban. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség vádat emelt azzal a házi orvossal szemben, aki pénzért a vakcina beadása nélkül összesen 135 páciensnek jogosulatlanul igazolta a COVID-19 elleni védőoltás felvételét. Közülük 101-en ezt pénzért, míg 34-en ingyen kapták meg. A János Halmi házi orvost azzal vádolják, hogy az oltás helyett legtöbb esetben sóoldatot adott be, de volt, hogy meg se szúrta a megjelenő személyeket. Az átvett pénzeken osztozott az asszisztensével, az ügy egy másik vádlottjával. Ő a valótlan igazolásokért jelentkezőket koordinálta, valamint a doktornő felkérésére, a jogosultsága kereteit megsértve, az EST rendszerbe valótlanul rögzítette az oltások beadásának tényét és adatait. A doktornő tevékenységét egy védőnő és egy szakápoló is segítette, akik a védőoltás beadásáról szóló hamis igazolásokat állítottak ki 30, illetve 45 esetben. A doktornő a vád szerint nem csak a saját körzetébe tartozó embereket fogadta, hanem a vármegye más részéről is érkezőket, sőt volt, aki Budapestről, Pécsről vagy Békés vármegyéből jelent meg János Halmán. A főügyészség a doktornővel szemben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozta. A Szentesi Bölcsödésekért Alapítvány csatlakozva az iskolazsák programhoz ruhagyűjtést tart, melynek teljes bevétele a szervezetet szolgálja. Ezáltal különböző programokat tudnak majd szervezni a gyermekek részére. A gyűjtésbe bárki becsatlakozhat, aki támogatni kívánja az alapítvány munkáját. A Szentes Városi Bölcsöde a Súlizsák program keretében hirdet ruhagyűjtést. Az ötletgazda a Szentesi Bölcsödésekért Alapítvány elnöke Kádár Geszti Erika. Ezzel az akcióval a szervezet plusz bevételre tehet szert, ezáltal támogatva a gyermekeket. A tavasszal volt már nekünk egy papírgyűjtésünk, ami nagyon sikeres volt. A szülők nagyon kedvesen, aranyosan csatlakoztak ehhez a programhoz, és nagyon sikeres volt, ezért most úgy gondoltunk, hogy megpróbálkozunk a ruhagyűjtéssel is. Kapunk a ruhák gyűjtésére zsákokat, de természetesen otthonról saját zsákban is hozhatnak az érdeklődőkbe ruhaneműket, az a feltétel, hogy egy zsák 10 kilónál több nem lehet, és annyi kikötés van még, hogy szennyezett, illetve nedves ruhát nem gyűjtünk, azt nem szabad behozni. Elsősorban férfi-női gyermekruhaneműt, lehet sapka, kalap, kézitáska, akár fehér nemű zokni is, cipőket is. A cipőknél viszont azt kérik, hogy legyenek cipőfűzőnél összekötve, vagy valamilyen módon párosítva, hiszen újrahasznosításra kerülnek ezek a dolgok. Amit nem kérünk, az a paplan, párna, pléd, munkaruházat. Ezt nem tudjuk elfogadni. Szőlősi Ágnes intézményvezető elmondta. Bíznak benne, hogy sokan fognak élni a lehetőséggel, ezáltal minél több pénzt tudnak gyűjteni a gyermekek számára, majd a ruhák leadásának idejéről is beszélt. Mi egy dátumot kaptunk, október 10-én jönnek elvinni az összegyűjtött ruhaneműt. Úgy gondoltuk, hogy akkor 7-én hétfőn elkezdjük itt a bölcsibe, és 9-én fogadjuk az összegyűjtött ruhaneműket. Az adott napon az udvaron fogadjuk, tehát látni fogják, hogy hol lehet leadni a ruhaneműket. Nyitva tartási időben 6 órától délután 17 óráig tudjuk fogadni. Szőlősi Ágnes intézményvezető hozzátette. A ruhákból összegyűlt összegnek már meg is van a helye. Nagyon kedvelik a szülők, és természetesen a gyerekek is a családi programokat, és szeretnénk ősszel is, és az évvégi ünnepek előtt is szervezni a szülőknek családi délutánokat, és ehhez a barkácsoláshoz való eszközöket szeretnénk megvásárolni, illetve egy kis vendéglátásban is gondolkodunk természetesen. Igazi népmesei környezetben a Csongrádi Kézműves házak udvarán rendezték meg a népmese napját. Ezt a napot 2005 óta ünnepeljük. Célja, hogy a népmesék fennmaradjanak, és a mesékben élő bölcsesség egyik generációról a másikra hagyományozódjon. A mindig sikeresen küzdő mesehősök példáját ma is érdemes követni. Ésszel többet érünk el, mint puszta erővel. Én Nyúlcsi Nyúlcsi vagyok, titeket hogy hívnak?
Tudjátok mi? Háromra kiabáljátok hangosan a neveteket, jó? Egy, kettő, három! Jaj, már hallom, itt mindenkit úgy hívnak, hogy bla 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 bla. Nagyon fura nevetek van. Mesejátékot néznek a családok a kézműves házak udvarán. A kicsik figyelmét semmi sem terelheti el, együtt játszanak a színészekkel, utána pedig még ismerkednek az élő mesefigurákkal. Közel kell hozni a gyerekeket magunkhoz, és a gyerekekhez minket is. Fontos, hogy ne csak a bábokat lássák, hanem élő szereplőket. Szerintem a mai világban már, ahogy mondtad, hogy digitális világ, kicsit elhidegülnek a gyerekek, fontos, hogy testközelben érezzék a mesének a lényegét. Ezáltal élőben is itt vagyunk, nem csak bábokként. Szerintem a báb is nekik egyfajta érdekesség is lehet. Tehát például voltunk olyan helyen, ahol utána így odajöttek megsimogatni külön a bábokat, mert hogy így nem is annyira találkoztak ezzel például. Úgyhogy ez is akár lehet egy kuriózum, úgymond. A magyar mesevilág páratlan a világon. Tele olyan alakokkal, amelyeket más népek nem ismernek. A magyar népmese gazdagsága egyedülálló. Éppen ezért is kapott saját napot. Készültek a kollégák itt hétpróbával, játékokkal a másik udvarban, népi játékokkal, egy játékparkkal várjuk az ide látogatókat, de a családok is bekapcsolódhatnak az úgynevezett hétpróbába, hiszen a mesejáték után ez az udvar átalakul, és itt vannak már a kubikos talicskák, mókás feladatokkal várjuk a kicsiket, nagyokat, úgyhogy azt gondolom, hogy ezen a délutánon valóban a meséjé és a játéké lesz a főszerep. A gyerekek kedvence a talicskázás volt, bár ennek nem minden szülő örült, hiszen némelyik apróságot több körben kellett körbetolni, annyira élvezte. De nagy sikere volt a kosárhintának és a többi népi játéknak is. Így szinte észre sem vették, de tanulhattak arról, 100 éve vagy még régebben mivel is töltötték a gyerekek az idejüket. Akkor, amikor még nem voltak mindenféle elektronikus szórakoztató eszközök. A Szentesi Térfesztiválon izgalmas időutazásra is várták a közönséget. Gyurica Róbert hívta a gyűjtőket, ők pedig eljöttek. Mi pedig gyönyörködtünk például egy egyhengeres, kétdugattyús Csepel veterán motorkerékpárban, vagy éppen egy szintén kéthengeres, úgynevezett motorkupéban. Pöfök füsttől csattog, duruzsol, vagy éppen zenél. Izgalmas időutazás a Szentesi Térfesztiválon olyan Gyurica Róbert módra. Ő hívta, a gyűjtők eljöttek, ahogy a közönség is. Jól sikerült szerintem nagyon a szervezés, jó programok lettek belerakva. Igazából az időjárás szerintem nagyon segített nekünk, azért vannak ennyien. Nem gondoltam, hogy ennyien lesznek, de szerencsére rengetegen eljöttek. Teherautós voltam gyerekkoromban. Nekem nagyon tetszik, ami kint van, ez a Csepel teherautó. Igazából ez volt az, hogy álmom, hogy eljöjjön, de már régóta mondom a gazdájának, hogy jöjjön el hozzánk. Van itt Csőrös Csepel. A tegnapi nap, ugye, akik itt aludtak, azoknak volt egy rövid túra, átmentünk Csongrádra. Ott megnéztünk egy tájházat, az nagyon tetszett mindenkinek. Nem is gondoltam, ott el voltak az emberek ágyóban, hogy jaj, de jó, hogy beleraktam a programba. Az tényleg egy különlegesség. Utána lementünk a Köröstorokra, megnézték, ugye egy vidéki embernek ugye ez is egy jó dolog, mert legalább látta a Tiszát, látta, hogy itt mi hol járunk strandolni. És igazából a mai nap volt a főnap, az reggel 8 óta tart. A motorok mellett különleges autók, utánfutók és autóknak tűnő tárgyak is felbukkantak a találkozón. Ez egy BMW Zetta 1958-ból, ez egy ilyen szükségjármű, se nem autó, se nem motor, tehát mostani kategóriában itten a az tombola sorsolásban, hogy nevezzük a szépségnek, bele se tudok félni, mert ez egy motorkupé. Németországban egy ilyen kategóri motorkupé, és ez egy kéthengeres, az 50-es évek szüksége szülte, mert az emberek nem szeretek motorkerékpárral menni, hanem szerettek volna egy autót. Ez pont megvéd a széltől, esőtől, és elvisz két embert. A velociped baráti köröm is szerencsére megtisztelt bennünket, úgyhogy több velocipéddel is képviseljük itt magunkat. Magyarországon van egy ilyen, hogy velociped baráti kör, ennek 10-valahány tagja van, abból 4-en most itt vagyunk. Kalocsáról, Kiskun, Majsáról érkeztek, és így szoktunk együtt hajtani. Holnap is folytatjuk a túránkat egy nem rövid túrával, egy Vajdahunyadvára, Gödöllő,
túránk lesz, 47 kilométert fogunk holnap tekerni. A közös dübörgés most sem maradt el, közel 150 nem csak veterán jármű Szentes fő utcáján. Csongrád Bökény város részének jelképévé vált a helyek által csak bélcsavarodásnak nevezett, eredetileg kapcsolódások névre hallgató fémszobor. A 40 éves alkotáson meglátszik az eltelt idő, több önkormányzati képviselő is jelezte már, fel kellene újítani. Ennek apropóján érkezett a városba a szobor alkotója, Mihály Gábor, Kossuth Díjas szobrász, hogy tanácsokat adjon a munkához. 40 éve magasodik a Bökényben a nonfiguratív télplasztika. Tájékozódási pont és jelkép is Csongrádon. Az első olyan köztéri alkotás a városban, amely a művésztelephez kötődő, akkori fiatal művészgeneráció munkája. Aki a városunkban jár, vagy a városunkban lakik, mindenki nagyon jól ismeri a városunk ikonikus műalkotását, amit a helybéliek csak bélcsavarodásként emlegetnek. Aki látta mostanában ezt az alkotást, az látja rajta, hogy sajnos az idő vasfoga nem kímélte ezt a műalkotást sem, és ideje lenne, hogy megújuljon ez a műalkotás. Ennek az apropóján hívtuk meg városunkban Mihály Gábor művész urat, aki a megalkotója volt ennek a szobornak, és kikértük a tanácsát azzal kapcsolatban, hogy mit javasol, hogyan és miként lenne érdemes felújítani. Mihály Gábor felidézte, hogyan is született a télplasztika a saját bevallása szerint csöves korszakában. Adódott az alkalom, hogy itt a csongrádi barátok között voltak fűtőberesek, és hát a fűtőbennek igazi profilja a cső, legalábbis én úgy képzeltem, de valójában meg is oldottuk, kitaláltam ezt a bizonyos formát, ami itt van, kapcsolódások, kapcsolat, valamilyen szép nevet adtunk neki, közben azt a zárójelben elnevezték bélcsavarodásnak, de ez sem sértett, de nagyon jó közegben voltunk itt, mindenki, rengeteg barátunk volt, és nagyon jól éreztük magunkat, tehát ment a hülyeskedés, de végül is a városnak egy jelképes szobra lett. Az alkotás nagyobb méretű testvére a Hungaroring jelképe lett. A szobor mára a helyi néprajznak is része. Mikor tavalyi évben a szegedi és a budapesti néprajzosok jöttek Csongrádra, és itt töltöttek egy hetet, akkor volt egy csapat, aki a Bökénnyel foglalkozott. És mikor volt egy ilyen összegzés a kutatásokról, akkor az egyik leány azt mondta, hogy neki a legmegdöbbentőbb az egész hétben az volt, hogy Csongrádon ezt a szót, hogy bélcsavarodás, ezt nevetés és megütközés nélkül használjuk. Ez beépült a csongrádi szókincsbe. Ugye így nevezzük a Bökény ikonikus alkotását, ezt a Mihály Gábor által 1985-ben készült szobrot. És ez egy nagyon a miénk ez a szobor, ez nagyon csongrádi, nagyon bökényi. A művész útmutatásai alapján pedig hamarosan felfrissülve, megújulva díszítheti a bélcsavarodás a városrész központját. Ezzel csütörtöki híradónk véget ért, következik hírháttér műsorunk. Vendégünk Illés Péter, a Csongrádi Csemegi Károly könyvtár vezetője. Annak kapcsán, hogy szeptember 30-a és október 6-a között rendezik meg az országos könyvtári napokat. Híradóval legközelebb, pénteken várjuk Önöket ismét a Szentes TV műsorában. Mai háttérműsorunk vendége Illés Péter, a Csongrádi Csemegi Károly könyvtár vezetője, témánk pedig az országos könyvtári napok, amely szeptember 30-ától október 6-áig tart. Puskázok abból a kis füzetecskéből, amit behozott ide a stúdióba, köszöntöm nálunk. Szóval könyvtári napok, ami több mint egy évtizedes múltra tekint vissza. Mit kell erről tudni? Így van, szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Októberi könyvtári napokat mondok, mert régen eredetileg ez volt a neve, aztán volt ennek összefogás néven is futott egy ideig, de már egy jó ideje országos könyvtári napokként van jelen a magyar kulturális életben. Azt kell tudni erről, hogy tulajdonképpen az egész magyar kultúra éves programjai közül ez kiemelkedően magas látogatószámot és programszámot jelentő egy hét, melyet országosan a könyvtárak bonyolítanak le. Ebben a tematikus egy hétben
országos szinten is, tehát több ezer programmal várják a könyvtárak az olvasókat, látogatókat, és hát sok-sok ezer ember majd a végén megint ki fognak jönni ezek a tényleg meglepő számok. Több száz településen bonyolódnak a programok, úgyhogy léptékeiben is ez az egyik legnagyobb magyar kulturális rendezvénynek tudható be. Azonban, mivel nem egy nagy rendezvényről van szó, hanem rengeteg kicsiről, így lehetőségünk van arra, hogy mindenféle korosztályt, mindenféle célcsoportot elérhessünk azokkal a adott esetben nyilván kisebb rendezvényeknek a nagy számával, amelyeket ilyenkor a könyvtárak bonyolítanak. Mi Csongrádon is hát nagyon készülünk erre, és így 13 programot próbálunk jövő héten lebonyolítani, ami nyilván ennek a hete, tehát, ahogy mondta is szerkesztő, szeptember 30 és október 6-a közötti időszakról van szó. Úgyhogy ez nálunk is nagyon sok program. Hosszabbított nyitvatartás is jelent? Hosszabbított nyitvatartást nem jelent. Ellenben sokkal tovább leszünk nyitva a programok miatt. Tehát kölcsönözni ez a napi 8 óra az általában elég szokott lenni. És akkor itt mindjárt meg is jegyezném, hogy sokak várják azt az egy hetet, minden évben, amikor a késedelmi díj megfizetése nélkül lehet a könyveket visszahozni, hát akkor most jelenteném be, hogy nálunk ez az egy hét, amelyet mi itt némi álszerénységgel, ugye megbocsátás hetének szoktunk nevezni, ez is ebben az időszakban lesz, de nem egy hét, hanem kettő hétig fog tartani a megbocsátás, úgyhogy megbocsátó könyvtárosokkal, aki akar találkozni, az most visszahozhatja a könyveket. Éppen tegnap volt egyébként egy ilyen kis tese másik sztori, a Facebookra fölkerült, hogy valaki elhagyott egy könyvet, és egy könyvtári könyvet, és azt keresik. Hát ha valaki megtalálja, ő neki is megbocsátjuk, ha visszahozza. Jellemző egyébként, hogy késnek a visszavitellel az olvasók? Hát nem, ugye olvasókról jót vagy semmit, de nyilván természetesen nem. De hát az előfordul. Tehát természetesen nyilván emberek vagyunk, előfordul. Mi egy kicsit ugye muszáj szigorúak lennünk, hiszen hát igyekszünk jó könyveket venni, márpedig a jó könyv az akkor kelendő, és ha kelendő, akkor sokaknak kell, és ha sokaknak kell, akkor mégse jó az senkinek se, hogyha hónapokat kell várni rá, tehát hogy van egy adott határidő. Hát sajnos vannak szabályok, amiket azért mi igyekszünk betartatni, azért nem vagyunk olyan nagyon szigorúak, még senkit nem bántottunk például. Hogy... Sajnos nem is olcsóak ma már a könyvek, tehát gondolom, hogy egyre szűkül az a elkölthető pénzmennyiség, vagy az a megvásárolható könyvmennyiség, amivel évről évre újulhat a könyvtár állománya. Tulajdonképpen itt ez az a jó hír, hogy a pénz, a keretünk nem szűkül, az tény, hogy mondjuk a könyvmennyiség, amit vásárolunk, az nem feltétlenül lesz több ettől. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy viszont így társadalmi szinten ez az egy picit a könyvtárakmal már hajtja a vizet, hiszen azért valljuk be, hogy aki szeret olvasni, hogy minden hónapban megengedhesse magának az egy-két könyvet, amiről most akkor hirtelen ugye beszélünk 10-20 ezer forintos kiadásról. Hát ez azért valljuk be, hogy nem föltétlenül általános. Mi viszont, és nyilván nem csak a saját nevembe beszélek, hanem általában a könyvtárakkal, azért igyekszünk mindig azt a kúrens, friss irodalmat beszerezni, és hát egyébként is könyveket, amelyeket biztosan keresnek az olvasók. Mivel készül a Csongrádi Könyvtár az országos napokra? Említettem ugye ezt a megbocsátás hetét, nyilván ez is egy program, de még hasonlóan, kicsit ilyen virtuális programként egy kvízjátékra hívnám fel a figyelmet, amit mi a közösségi médiában szoktunk bonyolítani nyereményekért, egyébként egészen jó kis nyereményekért, amelyekre itt is köszönjük szépen a támogatóinknak a kedvességét. Úgyhogy lesz egy ilyen kis internetes oldala is, de a legtöbb program az teljes mértékben jelenléti jellegű lesz, hiszen hát Covid óta tudjuk, hogy sokféle program van, ahol nem kell részt venni, de azért az emberek mégis szeretnek kimozdulni otthonról. A felnőtt programok közül kifejezetten kiemelnék egy néhányat. Hétfőn egy különleges programmal, csendsétával várnánk mindenkit. Ez egy kicsit ilyen meditációs jellegű, légzéssel kapcsolatos program. A parkban, a város központi parkjában egy
30-40 perces közös sétával és némi közös légzéssel egybekötött kis közösségi program lesz ez, melynek a végén egy kis teázást hirdetünk, és ebben egyébként a Békés Csabai Könyvtár egyik kiváló könyvtáros a partnerünk. Aztán szerdán, hát Szentesen is sokak által ismert Csák László zenésznek és a Csongrádi Színtársulatnak, így köztük jó magamnak is egy kis közös irodalmi estjére várunk mindenkit, nagyon sok zene lesz. Egy nem különösebben ismert vajdasági költő, író, Domonkos Domi Istvánnak a műveiből lesz egy válogatás egyébként, aki rá akar hangolódni. Az az internetes videó oldalakon is megtalálja az ő műveit. Cseh Tamáshoz hasonló hangulatot kell elképzelni. Reméljük, hogy jól fog sikerülni. Ezen kívül egy igazi nagy ágyút is meghívtunk. Csütörtökön délután 5-kor Benkő László, nagyon népszerű történelmi regények alkotója lesz a vendégünk, egy író-olvasó találkozóra a könyvtárban. Úgyhogy felnőtt programok is lesznek, de lesznek gyermekprogramjaink is, egészen a népmesenapi kézműves foglalkozástól, egy másik kézműves foglalkozáson keresztül, hiszen az alkotóklubunk az 35 éves lett most éppen, úgyhogy még tortával is várjuk a jövő héten szerdán kézműveskedni betérőket, de Bogyó és Babócát valószínűleg senkinek nem kell bemutatni, és Bartos Erika írónő személyesen látogat el hozzánk, hogy meséljen nekünk a figuráiról, úgyhogy őt is vendégül látjuk ezen kívül még, és még nem mondtam el mindent, de talán ennyi is elég a gyermekprogramokból. Ezen kívül némi lelki dolgok is lesznek, egy kis biblia történeti foglalkozás és egy agykontroll foglalkozás is lesz, úgyhogy tényleg nagyon sokféle rendezvénnyel készülünk, de természetesen azt azért megjegyzem, hogy nem csak most egyébként is, és egyébként is várjuk a látogatókat. Programok ingyenesek? Köszönöm, hogy szólt. Minden program ingyenes, és igazából nem csak ezen a héten, hanem egyébként is a könyvtári programok jellemzően egyébként szinte mindenütt ingyenesek, úgyhogy igen. Hol lehet utána olvasni, aki esetleg most nem jegyzi meg ezt a rengeteg programot? Hát hamarosan készülünk egy kis izgalmas videóklippel, amiben szintén felsoroljuk a programokat. Azt még nem mondtam, hogy az egész idei tematika a négy elem köré épül, tehát minden program valahol itt a föld, víz, tűz, levegő elemek témájához kapcsolódva jelenik meg, ennek nyilván főleg marketing oldalon van valamiféle látványa. És ha már marketing, akkor itt a plakátokat, meghívókat, közösségi média eseményeket hírlevélben is tájékoztattuk azokat, akik fel vannak hozzánk iratkozva, akik nincsenek, reméljük fel lesznek, úgyhogy hát igyekszünk mindenkit elérni, hogy jöjjön hozzánk. Ha már közösségi média, olvastam, hogy nemrégiben a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete egy köszönő levelet adott át. Igen, igen, hát Csongrádon a Kárpát-medencei Könyvtárosok Konferenciája idén 17. alkalommal került megrendezésre, és hát ennek kapcsán viszonylag kiterjedt kapcsolataink vannak, és hát nyilván személy szerint nekem is határon túli kollégákkal, amely most egy komoly virágzásos időszakban van, hiszen számos helyen vannak most már határon túlon is rendezvények, konferenciák, ahová elhívnak minket is, engem is. Székely udvarhelyen jártunk, most Rimaszombatban jártunk, Érmihály falvára fogok menni jövő héten, és lesz egy nagyszerű rendezvény még egyébként novemberben a parlamentben, a Könyvtárosok Világtalálkozója, ahol megint csak határon túl és hazai könyvtárosok a szakma egyik legnagyobb rendezvényén találkoznak. Ezek mind-mind olyan események, ahol a határon túli kollégákkal lehet az ő problémáikról is arról egyeztetni, hogy valójában hogyan tudnánk egymásnak segíteni, hogyan tudnánk egymástól tanulni. Úgyhogy mi ebbe igyekszünk azért az élen járni. Nemrégiben a Szentesi Könyvtár vezetőjétől is kérdeztem, mennyire konkurencia a digitális online világ a nyomtatott papírformátumnak? Hát ebben a formában ez egy kifejezetten érdekes kérdés, mert azt kérdezte volna, hogy mennyire konkurencia nekünk mondjuk a
a streaming csatorna dömping, akkor nyilván viszonylag azt mondjuk, hogy hát mi a másik oldalán vagyunk ennek a dolognak. De azért így általánosságban, hogy a digitális világ mennyire konkurencia, hát mi is azon élünk. Tehát igazából a könyvtárak is szolgáltatásaik egy részét a digitális online térben végzik, tehát ilyen szempontból ez számunkra is egy nagyon fontos felület. Hát azt nem mondom, hogy a magyar digitalizálási állapotok kielégítőek, de jelenleg éppen úgy tűnik, hogy útjára indul egy komoly program. Például a Szentesi Könyvtárban is nagyon kiválóan sikerült ugye a digitalizálási projekt a helyi újságokkal. Mi is egy hasonlót elkezdtünk most a Szentesi Könyvtár például jó példáján okulva, és ugyanígy a Széchenyi Könyvtárnak a lehetőségét felhasználva. Tehát az, hogy digitális formában szolgáltatunk, és digitálisan elérhetőek a könyvtárak, ez ma már normális. Tehát, hogy ezen hál' Istennek az emberek keresnek, tájékozódnak az emberek. Ez egy fontos felülete a könyvtáraknak is. Ugyanakkor nyilván nem mehetünk el az mellett sem, hogy természetesen, amikor csak öncélúan görgetjük a közösségi média felületeit, akkor igazából a helyet sokkal jobb lenne, hogyha olvasnánk. Tehát ilyen szempontból természetesen konkurencia nekünk az online tér, de inkább a közösségi média az, aminek egy része, hiszen a másik oldalról meg ott is szolgáltatunk. Lásd például, nekünk is ez a kvízjáték szintén ott bonyolódik, úgyhogy itt egy szövevényes kérdésről van szó. Mindenképpen a világ ebben az irányba tart, sőt, sok helyen már ott is van, és a könyvtárok még mindig állnak. Gondolok itt most a fejlett északi országokra, ahol gyakorlatilag fantasztikus mérteket értek el digitalizációban, de az emberek járnak könyvtárban, és nagyon komoly igény van a könyvtárakra. Úgyhogy reméljük, hogy ez így is marad nálunk is. És reméljük, hogy szeptember 30, október 6 között minél többen ellátogatnak a Csongrádi Csemegi Károly könyvtárba is. Illis Péter, köszönöm, és sok sikert kívánok a rendezvényekhez. Köszönjük szépen, mi is várjuk a kedves olvasókat, látogatókat. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A tavasz első napsugarai melengedték, harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Ez volna. Itt van. Itt is 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 van. Mindenhol megy a net, anya. Megy, kisfiam. Mindenhol megy. Tanévkezdésre 31.500 forint készülék kedvezményt adunk új otthoni gigabitnet előfizetésed mellé. Vodafone. Pusztító árvíz árasztotta el Közép-Európát, de Magyarország összefogott a bajban. A munka jól szervezett, a védművek tartanak, az egyenruhások, a szakemberek és az önkéntesek helyt állnak a gátakon. Köszönjük a védekezők munkáját, az árhullám csúcsa elhagyta Magyarországot, ahogy 2013-ban, úgy most is Magyarország megcsinálja. Thank you.
Kedves nézőink, köszöntöm Önöket, a Szentes Televízió Szó-Szó elnevezésű magazinját látják. Mai összeállításunkban visszatekintünk a hétvégi térfesztiválra, a veterán motorkerékpárok bemutatójára és a szintén hétvégén megrendezett díszmadár kiállításra. Az idei térfesztivál is színes programokat tartogatott. Szombaton a Bakhatások, a legkisebbek mazsoret bemutatója, művész show és hip-hop tánc kápráztatta el a közönséget, miközben már gyülekeztek a veterán járművek is. Az esti nagykoncert sztár fellépője a 12 évvel ezelőtt Szentesen járt Hooligans együttes volt. A Szentesi Térfesztivál 2024-ben is vonzotta az érdeklődőket és várt őket izgalmas programokkal. A Kossuth teret két napon keresztül több fellépő is színesítette. Az első pénteki nap estéjén a Dinamit zenekar adott koncertet. Az együttes 1979-ben alakult Budapesten egy szupergrupként, amely akkor a P-Mobil, a Mini, valamint a Scorpio együttes tagjaiból tevődött össze. Pályafutásuk alatt 4 lemezük jelent meg 1980 óta. Az évek alatt több tagcsere is történt, az együttes jelenleg 5 tagú, az eredeti felállásból pedig már csak Szűcs Antal Gábor gitáros és Németh Gábor dobos vannak jelen. A térfesztivál szombat délelőtti napja szalszával kezdődött. Kik léptek fel a színpadon? Mit kell tudni a stúdióról? Social Dance Project tánciskola tanítványai léptek fel. Amit tudni kell róla, hogy szalszát, bacsatát, kis zombát oktatunk, nem koreográfiákat tanítunk, hanem szabad vezetést, hogy a fiúk megtanuljanak vezetni, a lányok követni, így nem csak az órákon vehetnek részt és táncolhatnak a csoporton belüli tagokkal, hanem nagyon sok hétvégi rendezvény, táncos rendezvény, oktatás, wellness hétvége, vagy különböző országos nemzetközi fesztiválokon bárhol, bárkivel tudnak táncolni. Honnan származik ez a tánc, milyen életérzést ad az embereknek? Hát ugye Kuba táncok, a szalsza, az életérzést hozza magával, a szalsza a lendületes, pesgő életvitelt, életérzést, a mulatósat egy kicsit visszahozza, amit mi mulatósnak nevezünk, hogy tényleg egy pörgős este tudjunk jól érezni magunkat. A bachata inkább a romantikus hangulatot, egy kicsit lágyabb zenékkel és lágyabb mozdulatokkal. A stúdiónak hány tagja van, kik azok, akik rendszeresen járnak táncolni, és miért szeretnek ők ebben a csoportban részt venni? Nagyon sok tagunk van, hiszen Szentesen, Orosházán, Békés Csabán, Hódmezővásárhelyen és Szeghalmon is voltak csoportjaink, kezdő, középhaladó, haladó szinten. Amiért mi szeretjük, hogy bárki táncolhat. Tehát nincs korosztályhoz kötve, volt, amikor szülő a gyerekével jött hozzánk, vagy nagypapa, az unokájával jött bulizni táncórákra, tehát lehet jönni párban, külön-külön, és ezért nagyon elterjedt világszerte, hogy könnyen megtanulható alaplépésekből áll, és jól tudjuk magunkat érezni. Amiért szeretjük ezek? Hogy könnyen megtanulható, és hogy bárkivel tudunk táncolni, és hogy ki tudjuk szórakozásként is használni, nem csak arra, hogy letudtunk hétközben egy órát. Nagyon jó stressz levezető.
A térfesztivál következő fellépőjeit szombat délelőtt a Dalma Dance Club. Mazsorettezni fognak a gyerekek. Milyen korosztályt hoztál a mai napra, és milyen produkciót láthatunk? Három korosztály lép fel most a színpadra, egy óvodás korosztály, egy alsó tagozatos, illetve egy felső tagozatos csoport. Mindenki egy kicsit belekóstolva megmutatja a mazsorettet, illetve a modern táncot is. Mindig részt vesztek ilyen jellegű rendezvényeken. Miért tartod ezt fontosnak? Egyrészt a gyerekeknek is önbizalmának is segít, egy kicsi önbizalom tuning ez számunkra, illetve ők is nagyon-nagyon szeretnek bemutatkozni azt, amit az év során tanulunk táncokat, ők is megmutatják, illetve nem mellesleg, akik érdeklődnek ezúránt a sport iránt, ők nekik is meg tudjuk mutatni, és látják, hogy vagyunk. Az országban mennyi mazsorett csoport van? Szoktak a mazsorett csoportoknak verseny megmérettetést kírni? És hogyha igen, akkor ti ezen hogyan szerepeltetek az elmúlt időszakban? Igen, vannak versenyeink. Most idén az első versenyünk október 19-én lesz Martfűn, egy minősítő verseny, ahova szintén készülünk a mostani csoportokkal is, illetve a nagyobb gyerekekkel, az idősebbekkel már egy külföldi versenyre is készülünk. Sikereitek eddig? Nagyon szép eredményekkel tértünk haza, szinte mindig a dobogó fokain állhatunk, illetve külön díjakat is szoktak a gyerekek hazahozni. Mi a szépsége ennek a sportnak? Mondhatom, hogy sport, ugye? Vagy formáció? Azt gondolom, hogy ez egy sport, hiszen folyamatosan mozgunk, folyamatosan táncolunk, lendületben tartja a gyerekeket, illetve amellett, hogy sportolunk, mozgunk, figyelünk a testtartásra, a fegyelemre, a figyelemre, a csapatmunkára, a barátságok szűnek itt a csoporton belül is. Egy újabb táncprodukció itt szombat délelőtt a Térfesztivál keretében. Mit kell erről a formációról tudni? Hol üzemeltek, merre, milyen táncosokkal foglalkozol? Hát leginkább hip-hop stílussal foglalkozunk, és a Silver tánciskolán, Silver irodában bérlünk egy termet, és ott a Kossuth tér 5-ben lehet minket megtalálni. Ilyen korosztályt foglalkoztat? Egészen 6 évestől a 17 éves korosztályig lehet hozzánk jelentkezni. Most nagy örömünkre a legkisebbeknek is, legkisebbeket is el tudtuk indítani, úgyhogy bátran jelentkezhetnek hozzánk a 6 és 8 éves közötti korosztály is. Azon kívül van egy gyerekcsoport, 9-től 12 évesek, és a 13 fölöttiek pedig a junior korosztályt képviselik. Úgyhogy bátran ajánlom mindenkinek, hogy aki ki szeretné próbálni ezt a kis hip-hop, kis laza stílust, az szeretettel várjuk. Igen, ez lett volna a következő, hogy mi jellemző erre a stílusra, könnyen tanulható, miért szeretik a gyerekek, fiatalok? Hát leginkább szerintem azért, mert ilyen trendi zenékre táncolunk, vannak persze nehezebb meg könnyebb lépések, de én azt gondolom, hogy sok gyakorlással és kellő szorgalommal és kitartó munkával mindent meg lehet tanulni. Szoktatok megmérettetéseken is részt venni, milyen sikereket értetek el eddig? Tavaly voltunk egy minősítő, táncminősítő versenyen, ott ezüst minősítést értek el a nagyok, a nagy csoport. Most idén is szeretnénk vinni ugyanúgy a nagyokat is, meg a gyerekkor csoportot is. Úgyhogy most egyelőre ez a terv, és ha más nem kapunk felkéréseket itt a város programjai között, akkor annak is nagyon örülünk. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a Hooligans együttes tagjait itt Szentesen a Térfesztiválon. Ha jól tudom, a szervezők azt mondták, hogy éppen Brassóból érkeztetek. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a szentesi tévénézőket. Igen, Brassóból érkeztünk, kicsit fáradtan, de annál több erővel és pozitivitással jöttünk ide, érkeztünk. Jellemző így, hogy a határon túlra mentek koncertezni, mennyire? Jellemző. Bár idén nem sikerült annyi, mint tavaly, mindenféle okok miatt, bármilyen okok miatt. Próbáljuk bepótolni majd jövőre, ami most lemaradt. Igen, szeretünk járni Székelyföldre, illetve itt a román határ teljesen még azon is túlra. Ahová hívnak, megyünk. Szentesen jó régen voltatok, mert itt az előbb számolgattuk, ugye 12 évvel ezelőtt, 2012-ben. Mi történt ez alatt az idő alatt a zenekarra? Covid időszak volt, és tagcsere is volt, új lemezek is készültek, melyeket ugyanúgy, mint az összes többi Tibi barátunknak köszönhető, nagy tapsot neki.
És remélem még lesz ezen kívül sok új lemez. Mindenféle dolog történt velünk. Hát most nem tudom, mire vagy konkrétan kíváncsi, de én csak a zenéről. Ezekre mondjuk így sorrendben. Volt nagy koncert a Papp László arénában, a Pesten a parkban, ezek ott nagynak számítanak, meg hát Magyarország szinten ezek nagynak számítanak, és remélem, hogy lesz még nagyobb is, ez nem csak rajtunk múlik. Hát igen, mert hogyha 2 évet hozzászámolunk a mostani meglétetekhez, akkor 30 éves jubileumra készültök majd 2 év múlva. Pú, pontosan. 30. Már történelem. Azt hittem, hogy én vagyok csak 30 éves. A maradék 25-ről lemaradtam. Most, ahogy néztem, keresgéltem, hogy mi történt veletek az elmúlt években, azért, mint hogyha 2 éve nem nagyon készült volna veletek úgy komolyabb interjú. Létezik ez? De készült velünk sok ilyen interjú, igen, hogy mi készült. Tehát, hogy a lemezzel kapcsolatban is, és egyáltalán. Tehát mi ugye a magánéletünkről nem nagyon szoktunk riportot adni, viszont minden zenei dologgal kapcsolatban mindig tájékoztatjuk a nagy érdeműt. Tehát nem hiszem, hogy ebből hiány lenne, de ha mégis, akkor igyekszünk majd bepótolni. Akkor, ha visszamegyünk a Covid idejéig, ugye, akkor utána jött egy nagy felszabadulás, akkor is koncerteztetek, de akkor utána jött egy pár zeneszám, videóklippek és hasonlók. Hát azóta 2 lemez megjelent a Covid óta. Zárt osztály lett az elsőnek a címe, ami nem amiatt, az totál véletlen volt, hogy bezárva volt mindenki a Covid alatt, az meg is zavarta az egész munkásságunkat, ez az egész. És a utóbbi lemez az mi is volt a cím? Fekete Szivárvány. Az meg évvégén jelent meg, úgyhogy annak a bemutatása tart meg az előzőeknek, de főleg abból tevődik össze a műsorunk itt is. Egy picit változott a stílusotok is, maradtatok inkább a kemény vonalon. Egy kicsit morcosabbra vettük a hangvételt, úgyhogy a zenei alapok egy kicsit keményedtek, más jellegűek, inkább gitárcentrikusabb lett az egész, nem a nagyívű dallamokra, ez is dallamos, de másképp. És a mondani valóban abban is változtatok azért, azt mondják, azt írják, hogy társadalombírálat is van a dalaitokban, miért? Abszolút, mert már kimerítettük ezt a szerelmes, párkapcsolatos, happy dolgot, és van egy másik oldal is az embernek, és most ezt szeretnénk, most erre tértünk erre az oldalunkra. Nem azért, mert megöregettük, hanem most így gondoljuk. Milyen a fogadtatása ezeknek az új daloknak egyébként? Hogy veszitek észre? A közönség szereti, élvezi, vagy esetleg várja azért a régi dalokat is? Én nagyon szeretem, meg a zenekar, a közönség pedig úgy látom, hogy kezdik kapizsgálni, de lehet, hogy még el kell telni pár évnek ahhoz, hogy igazából megértsék, hogy miről is van szó, de mondom, nem sietünk sehová. Izgalmas időutazásra várták a közönséget a Szentesi Térfesztiválon, olyan Gyurica Róbert módra. Ő hívta, a gyűjtők eljöttek, mi pedig gyönyörködtünk, például egy egyhengeres, 2 dugattyús Csepel veterán motorkerékpárban, vagy éppen már egy 4 kerekes, szintén 2 hengeres úgynevezett motorkupéban. Pöfög füstöl, csattog, duruzsol, vagy éppen zenél. Izgalmas időutazás a Szentesi Térfesztiválon, olyan Gyurica Róbert módra. Ő hívta, a gyűjtők eljöttek, ahogy a közönség is. Ez egy ritka motor, úgy hívják, hogy Iker dugattyús 250-es Csepel. Ebben 2 dugattyú van, nem olyan hagyományos, mint a többi motorban, hogy általában 1 dugattyú. Olyanban van 2 dugattyú, amely ugye 2 hengeres, és akkor az egy 2 hengeres motor, de ez egy 1 hengeres motor 2 dugattyúval. Jó sikerült szerintem nagyon a szervezés, jó programok lettek belerakva. Igazából az időjárás szerintem nagyon segített nekünk, azért vannak ennyien. Nem gondoltam, hogy ennyien lesznek, de szerencsére rengetegen eljöttek. Teherautós voltam gyerekkoromban, nekem nagyon tetszik, ami kint van, ez a Csepel teherautó. Igazából ez volt az, hogy álmom, hogy eljöjjön, de már régóta mondom a gazdájának, hogy jöjjön el hozzánk. Van itt Csőrös Csepel,
A tegnapi nap, ugye, akik itt aludtak, azoknak volt egy rövid túra, átmentünk Csongrádra, ott megnéztünk egy tájházat, az nagyon tetszett mindenkinek, nem is gondoltam, ott el voltak az emberek ágyóban, hogy jaj, de jó, hogy beleraktam a programba, az tényleg egy különlegesség. Utána lementünk a Köröstorokra, megnézték, ugye egy vidéki embernek ugye ez is egy jó dolog, mert legalább látta a Tiszát, látta, hogy itt mi hol járunk strandolni. És igazából a mai nap volt a főnap, az reggel 8 óta tart, reggel volt egy reggeli, és akkor utána mentünk a múzeumokba, mentünk a Gyurica múzeumba, mentünk a Péter Pál polgárházba, az is nagyon-nagyon nagy sikert aratt. Ezt látom, hogy ez is nagyon tetszett az embereknek, mert rengeteg ember összejött, nem is csak az én motorom lett indítva, hanem volt itt más különleges motorindítása is. Közben ugye a tomboláztatás folyamatosan megy, van itt ez a szép gramofon kiállítás. Megmondom őszintén, hogy sajnos még nem tudtam most se részt venni, de most, hogy itt előttem van, azt is mindjárt meg fogom nézni. Ez a motorház tetőkulcs. Lehet rá fókuszálni? Ilyen már csak a mesében egy németországi bőrzéről talál. A motorok mellett különleges autók, utánfutók és autóknak tűnő tárgyak is felbukkantak a találkozón. Ez egy BMW Zetta 1958-ból, ez egy ilyen szükségjármű, se nem autó, se nem motor. Tehát mostani kategóriákban itten az tombola sorsolásban, hogy nevezik a szép, mert bele se tudok félni, mert ez egy motorkupé. Németországban egy ilyen kategóri motorkupé. És ez egy kéthengeres, az 50-es évek szüksége szülte, már az emberek nem szeretek motorkerékpárral menni, hanem szerettek volna egy autót. Ez pont megvéd a széltől, esőtől, és elvisz két embert. Ez nagyon régen, még 90-es évek hajnalán hozzám került. Majd restauráltattam, úgy mindig tologattam a garázsba, mert igazán a mai közlekedésre nem alkalmas, mivel hogy nagyon lassú, körülményes vezetni, az én centiméter magasságomhoz a térdem a kormányt veri. Úgy elég bonyolult, meg túl feltűnő az embereknek, mindig mosolyognak, meg előznek, meg dudálnak, meg integetnek, és ezért szeretném ezt minél több helyre most így csak ilyen trélre lehet szállítani, itt letesszük, megmutatjuk az embereknek, hogy ilyen is létezett és van, és egy neves német gyártótól származik. Hát ez így működik. Mindenkinek azt mondom, van rajta egy olyan, mint régen a fürdőben a kabinzár, így becsukod az ajtót, és van egy ilyen kis füle, ez a biztonsági zár, itt föl kell csatolni. Van kis irányjelző, fényváltó kapcsoló, duda, a sebváltó pedig itt van a bal oldalon. Ez a fűtés szabályozza itt, hogy meleg levegő érkezzen a... Ez meg az elraszhatatlan virágaim. Itt kioldom a zárat, kinyílik a szép megbarkó. Kijöttünk egy Trabanttal és egy Kempturisztal mi is. Péter még fiatal, az autója nem annyira. NDK-s luxus, talán a 80-as évekből. Ez egy kelet-német sátras utánfutó. Hát, Magyarországon skipből van több. Skiff szovjet sátras utánfutóból, ez úgymond a kelet-német megfelelője lenne. Ez volt a valaha készült legnagyobb kempturiszt, ez 8 személy befogadására képes, beépített gáztűzhelyjel, mosogatóval, tűzszertartókkal. Igazi kelet-luxus. Igen. Szó szerint. Alapterülete 40 négyzetméter, aszimmetrikus kinyitású, azaz a fekvő területek. Más magasság különbségben vannak, papírját meg itt találhatjuk. Ez a típushoz két fő javasolta felépítéséhez, hát a teteje például eléggé nehézkes, ami a középső része. Ennek igen jó súlya van, meg el ne deformálódjon. Vízmérték erőteljesen javasolt hozzá, szereti a vízszintes részeket. Ez egy 1990-es 1-1-es Trabant, szeptemberi példány, szeretjük, sok helyre elvitt minket, még nem hagyott sose cserbe minket. Szeretem őket használni, inkább a kelet-német járműveket szeretem, meg gyűjtögetem őket. De olyan is volt, akinek tekerni támadt kedve. Velociped kerékpárral jöttünk be, mint az látható volt. Általában ez mindig látványos, hogyha megjelenünk bárhol is. Remzső Zsolt vagyok, kerékpárgyűjtő, szeretem a kerékpárokat használni, építeni,
mindig a különlegesebb kerékpárokat, az újabbakat hozzuk ki, ami a gyűjteménybe kerül. A Velocipéd baráti köröm is szerencsére megtisztelt bennünket, úgyhogy több velocipéddel is képviseljük itt magunkat. Magyarországon van egy ilyen, hogy Velocipéd baráti kör, ennek 10-valahány tagja van, abból 4-en most itt vagyunk. Kalocsáról, Kiskun, Majsáról érkeztek, és így szoktunk együtt hajtani. Holnap is folytatjuk a túránkat egy nem rövid túrával. Egy Vajdahunyadvára Gödöllő túránk lesz, 47 kilométert fogunk holnap tekerni. Szentesiek vagyunk, illetve az unokák szegediek. Igen. És most eljöttek ide erre a kiállításra? Igen. Na, meséljetek, fiúk, nektek melyik tetszik legjobban? A motorok. Motorok? Milyen motorok? Főleg ezek a oldal kocsis motorok. Aha. És az autók, azok közül melyik volt eddig a legtöbb? Ez tök szuki, mondjuk ez a BMW. Ez a BMW? Aha. Na és öcsédnek? Koko. Nekem is a motorok. Neked is a motorok? Meg egy a kocsi, ilyen kell neki. Mamának. És mama majd vezetni fogja, szerinted? Igen. Én ülök átja a csomagtartóba. Csak meg mama megy. És te mi is leszel, ha nagy leszel? Mit mondtál? Balány. Pilóta? Igen. Gratulálok. A közös dübörgés most sem maradt el, közel 150 nem csak veterán jármű Szentes főutcáján. El tudják képzelni? Utána ugye 4 órakor lesz a mókus, a bemutató, a Herceg Balázs, az egy ilyen street fighter, vagy nem is tudom, hogy mondjam, kaszkadőr show, és akkor utána lesz majd a díjkiosztás. Ez ilyen közönség lemegy majd a dologban, itt egy üzemanyag tartály, abba dobálják az emberek a szavazatot, igazából közönség szavazás van, szépségdíjazás, de lesz legmesszebbről érkező jármű, legöregebb jármű. Mindenkinek próbálunk, nem mindenkinek, mert persze nem 150 járművet fogunk díjazni, de 20 járművet legalább, de rengeteg szép jármű van. Örülök, hogy ennyien eljöttek. A füst elszáll, az élmény maradandó, van akinek szó szerint. A tombola fődíját egy felújított 50 köbcentis szakszerikszet megnyerő Boldis Istvánnak mindenképpen. És szerintem nekünk is. A díszmadár tartás szinte nem is hobbi, hanem életforma. A napi etetésük, itatásuk, az esetleges beteg egyedek különválasztása, gyógyítása napi feladat, amit nem szívesen bíz másra a madarász. A tenyésztés pedig még több odafigyelést igényel. Talán ezért is van egyre kevesebb madártartó térségünkben is. Egy-egy kiállításra azonban még összefognak a madarászok, és elhozzák bemutatni legszebb kedvenceinket. Szentesen immár több mint 50 éve. Több mint 50 évvel ezelőtt rendezték meg az első szentesi díszmadár kiállítást. Idén a művelődési központban mintegy 300 díszmadarat csodálhattak meg az érdeklődők. A kezdetekről és a kiállított madarakról Vas László szegvári tenyésztő beszélt. Mekkora múltra tekint vissza a szentesi díszmadár kiállítás? Tisztelettel üdvözlöm a Szentes TV nézőit. Hát ez 51. ez a kiállításunk. És hát nagyon sok olyan kiállítást raktunk itt össze. A Móri Zsigmond Kultúrházba kezdtük ezt az egészet, ahol nagyon sok idős ember sajnos már, akik nincsen a sorunk közül. Gyakorlatilag én vagyok már most itt a legidősebb a madarász társaságban itt a környékben. És hát annyit akarok ebből kihozni, hogy nagyon szeretném, ha jönnének a fiatalok. Mert már most mind kiöregszünk, és nagyon jól lenne frissíteni, mert ez nagyon szép hobbi, akinek, gyerekeknek, lányoknak, fiúknak, mindenki
jöhet ide, de most is volt nálam a lakáson, ahol madarászok, egy ember, aki most ötötte a 60 évit, és most kezdi a madarászatot. Most ment nyugdíjba, és akkor az a helyzet, hogy úgy döntött, hogy ő most madarászni akar. És hát nagyon örültem neki, hogy még ilyen idős korában is vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy ezt tetszik neki. Mióta madarászik? Hát én 72-ben vettem meg a hullámos papagáimat, egy az is madarásztársam lett utána, mert ő húzott bele ebbe az egészbe, 72-be, és hát azóta sok idő eltelt, nagyon sokan elmentek már innen közülünk, akik már úgy döntöttek, hogy nem csinálják tovább, elfáradtak. Én is közel állok ehhez már mostan. Sajnos a botot kellett már fognom, hogy ide be tudjak jönni. Mostan, aki itten, nem emlékszek már pontosan, hogy hány éve adtam át ezt az egészet itten, hogy én voltam itten elég sokáig az egyik vezető, és azóta a mostani Kovács Gábor az, aki vezeti most ezt a szakkört, ő neki adtam át, és most könyörgött, hogy csak jöjjek még be, hogy, mert engem ugye ez az egész, ha ide jönnek az emberek, akit engem ismernek, az földob nekem a napjaimat, hogy milyen jó esik az, hogy engem itt megismernek, meg mit tudom én mi, és akkor hát itt vagyok. Milyen madarai vannak? Hát vannak még Nagy Sándor papagáj, van egy jákóm is, a rozellák, Lutino rozella, vaccinő rozella, nymfák, hullámosok, zebrapingy. Hát most eléggé eladogattam belőlük, hogy meg volt, akit odajándékoztam, hogy én is szabadulnék már, hogy minél kevesebb legyen, hogy ne kelljen már annyit etetgetnem. De az a szerencsém, hogy olyan párom van, aki 48 éve együtt vagyunk, és ő nagyon szereti, ő is már megszerette őket, és hát gyakorlatilag az van, hogy mostanában sokat segít rajtam, hogy ő etet. Megvan már a kiszemelt utód? Hát van, hála jó Istennek, mert én Szegváron lakom, és mostan másfél éve van egy úriember, akit szeretnék bemutatni, aki eljött hozzánk körülbelül másfél éve, és akkor mondta, hogy hát ő szeretne madarászni, és hát annyit, sok mindent beszéltünk, és akkor ő is úgy döntött, hogy hát belevág ebbe a madarászatba. Hát merem állítani, hogy már mostan több madara van, mint nekem. Úgy hívják, hogy Kósa János, és hát nagyon örülök neki, hogy bemutatom. Úgy gondolom, hogy ő lesz Szegváron az utódom, ha én már nem leszek. Remélem, hogy ő tovább viszi ezt az én hobbimat, mert őnek is már most hobbija. Mióta madarászol, milyen madaraid vannak? Jó napot kívánok, üdvözlöm a Szentes TV nézőit, Kósa János vagyok. Hát most olyan másfél-két éve igazándiból már madarászunk a párommal együtt. Igazándiból ez egy hobbiként indul, de már most inkább ilyen kinőtte magát ilyen életformává. Igazándiból nagyon szeretjük a madarakat. Laci bácsival ezáltal egy nagyon jó barátságot sikerült kialakítanunk. Igazándiból ezek a madarak összehoztak minket teljes mértékben. Nagyon szeretjük ezt csinálni, próbáljuk minél jobban. Haladunk ezen az egész ösvény. Madarak azok vannak a kicsiktől kezdve a nagyobbik, kanárik, pintyek, már most vannak hegyi papagájok, barátpapagájok, princpapagájok, nagyon sokféle próbáljuk minél jobban színesíteni, meg igazándiból még keressük a saját utunkat, még most próbálunk ebbe az egész körbe úgy mozogni, hogy mi az a fajta, ami igazándiból nekünk tenyésztésileg a legmegfelelőbb lenne igazándiból, még most mindenbe próbálunk egy picikét bele kóstolni, igazándiból még nagyon az elején vagyunk, és akkor majd igazándiból kitaláljuk azt, hogy nekünk mi lesz az ideális dolog. Végül milyen madarakat láthatnak az ide látogatók? Hát gyakorlatilag most elég jó a paletta. Hát van itten hullámos papagáj, gyémánt galambok, kacagógellék, vannak díszgalambok is azon kívül. Nagyon sok apró madár, exóta madár van, amiben hát felsorolni is sok volna.
Hát vannak itt kákapintű, meg rizspinty, meg ilyen dolgok vannak, és akkor az a helyzet, hogy vannak benne rozellák, vannak benne Nagy Sándor papagájok, akkor törpe papagájok, nagyon, nagyon sok fajta van. Hála a jó Istennek, azért még vannak egy-két tenyésztők, akik fölöttek szólítva, hogy segítsenek ezt a kiállítást megcsinálni, és hát hála a jó Istennek, el is jöttek. A díszmadár kiállítás már évtizedek óta a Szentesi Művelődési Központban zajlik, korábban ugye a Móricz Zsigmond Művelődési Házban, most már a Művelődési és Ifjúsági Házban a Tóth József utca 10-14 alatt, most jelenleg itt vagyunk, és az egész alsó szinten láthatunk madarakat. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az az értékteremtő tevékenység, amelyet a díszmadarasok végeznek, az az a tevékenység, amely segíti azt, hogy a generációk, a felnővő generációk is sokkal jobban kapcsolódjanak és vigyázzanak az élővilágukra, hiszen ez ma már sokkal fontosabb, mint régen. Katona Mihály Csehne István díjas kutató. Szentesen a díszmadár kiállításon már nem első alkalommal vesz részt. Mit hozott ide Szentesre? Hát most két madárfajról szeretnék előadást tartani, igény szerint. A cínegékről és a fecskékről. Mind a két kis madár nagyon kedves madara volt a magyar népnek mindig is, meg az a mai napig is, és nagyon érdekes kis madarak ezek a kicsike kis madárkák. Erről szeretnék előadást tartani, és hoztam hozzá bemutató dolgokat is, és bemutatom, hogy hogyan is viselkednek, meg hogyan is építenek fészket ezek a madarak. Több könyvet is szerzett, amit itt meg lehet látni. Melyek ezek a könyvek? Igen, igen. Az egyik a legértékesebb benne, a Dr. Bot Péter barátommal írtunk egy könyvet, amelyet 28 év alatt kutattunk ki, 205 madárfaj, a Vekeri Halastó Madárvilága az a címe ennek a könyvnek, és van benne egy kis népélet, különböző madarak, van benne vagy 30 olyan madárfaj, ami nagyon ritka például. Ezen kívül van írva kérdések és mondások a madarakról, 260 darab kérdés felelettel, 260 darab mondás a madarakról felelettel. Hát például jobb ma egy veréb, mint hónap egy túlzok például. Azon felül pedig van egy urbanizálódó madaraink, az meg arról szól, hogy lassan bent a lakott területen, hát kezd nagyon sok madár lenni, és ennek megvannak az okai, urbanizálódnak a madarak is, és ez a könyv erről szól, az igaz, hogy az a kiszazzúg madárvilágáról lett írva, de érvényes az egész ország területére. Van egy nagyon másik kis könyvem, a madarak befogása és vadászata a múlt századokban. Ez nem vadász élmény, hanem mind azok a gondolatos módok vannak leírva, amivel a madarakat megfogták az emberek. Van benne vagy 100 ilyen madár befogásra használt eszközök, csak csodálatos dolgokkal fogtak madarakat valamikor. Nem volt puska, tehát be kellett fogni valami módon, és ezt kitalálták az emberek, hogy hogyan lehet befogni ezeket, tehát erről szól az a könyv. Aztán írtam egy szép túrakönyvet, mondjuk ez csak Kunszentmártonra vonatkozik, a határnevekkel együtt, meg azokról a részekről, ahol a madarakat meg lehet figyelni. És hát ezeket a könyveket már régebben írtam, és meg van írva most még 6 darab könyv, amit ugye ki szeretnénk adni. Van egy olyan könyvencském, ami a madarak testével kapcsolatos eszközök. Nagyon érdekes dolog ez is, mert nagyon sok mindent használunk, mint a madaraknak a testével, például a kenőtól, amit ugye valamikor használtak vagyis hát az én édesanyám is használta ezt, de nagyon sok van vagy 34 fajta ilyen dolog, ami most le lesz írva. Aztán van egy másik ilyen elképzelésem, hogy a tollaknak az értéke. Őrületes értéke volt a tollaknak. Valamikor, akinek volt mondjuk pár darab darutolla, vehetett rajta egy fias tehenet. Akinek volt egy 20-30 ilyen tollja, egy házat vehetett rajta. Tehát olyan értéke volt. Azon felül megemlítem, hogy második Rákóczi Ferencnek
Kecskeméten két darutollal fizették az adót az emberek például. Borzasztó értéke volt, valamikor kitüntetésként is adták a tollakat. Nagy értéke van, erről is most írok egy könyvet majd. Tehát van bőven még tennivalóm. Nekem van egy vallomásom a természetről. Nekem ez, hát körülbelül egy olyan 30-40 évvel ezelőtt írtam én ezt, amikor hozzáfogtam madarászni, hát akkor már csináltam vagy 10-valahány évig a madarászatot, és hát megfogalmaztam ezt. Ha a természetet védelmezed, szereted, törvényeit tiszteled és vele együtt élsz, a természet elébe vesz, madárdarra elringat, dédelget, éltet és oltalmaz. Ezért óvd, védd és őrizd ezt a csodálatos, sokszínű természetet, hogy örökül tud adni unokáidnak, és továbbra is zenghessen a madárdal szimfónia. Kedves nézőink, ezzel magazinunk és egyben adásunk végére is értünk. Legközelebb új műsorral pénteken jelentkezünk 19 órától. Addig is látogassanak el közösségi oldalainkra. Az ismétléseinket minden páratanórában indítjuk. Már ezzel köszönöm figyelmüket, nézzenek minket legközelebb is, viszontlátásra!